és hűs Nelly elárulta, második gyermeke nem volt tervezett baba, ezért sok kritikát kapott a környezetétől. Elsa nem volt tervezett baba, mi a férjemmel teljesen jól megvoltunk. És mivel ő sem kerönülő volt már akkor, és én is 42 éves voltam, ráadásul dolgoztam 5 színházban egyszerre, így valahogy azt éreztük, nem biztos, hogy belefér a gyerek. Nagyon sokszor megkaptam azt, hogy ennyi idősen nem tudom, hogyan kell védekezni. De, pontosan tudom, és mi meg is tettünk ennek érdekében mindent, de ez a kislány jönni akart, mondta Nelly, aki azt is elárulta, hogy valójában nagyon sokáig nem akart anya lenni. Az első gyermekem 100%-osan tervezett baba volt, de hamarabb nem is akartam. Sőt, én nagyon sokáig, olyan 28 éves koromig azt éreztem, hogy egyáltalán nem akarok gyereket, mondta Nelly, akinek akkor még a karrierje volt a legfontosabb.